Rengeteg dologgal tudunk spórolni, takarékoskodni, nem csak a pénzünkkel, hanem a kevesebb áram, víz és gázfogyasztással is. Ha megtanulunk takarékoskodni az energiával, azzal nem csak a környezetünkért tehetünk, hanem a havi kiadásainkat is lecsökkenthetjük, ehhez pedig az odafigyelésünk szükséges. Megkérdeztük a járókelőket, hogy ők hogyan, mivel takarékoskodnak. Az az igazság, hogy a férjemmel 250 000 forintból élünk, úgyhogy nagyon takarékoskodunk. Folyószámlán, meg betéten. Igen, mindenféleképpen szoktam, hogyha van rá lehetőségem. Meggondolom, hogy mire adom ki a pénzt. Igyekszem a reklámokat csak félszemmel nézni, és végig gondolom, hogy mi az, amire szükségünk van, mi az, amire annyira nem. Hát ez nem mindig sikerül, ugye természetesen a mai fogyasztói társadalomban ez azért, de hát az ember azt kell beosztani, ami van. Hát megtakarítási számlát nyitottam nemrég. Pénzemmel. Legjobban meg mindig kinézem azt, hogy mi az akciós termék, és megfelele, és azt szerint meg az egészségre is oda kell figyelni. A megtakarításokról legtöbbünknek a pénz, illetve az akciós termékek jutnak eszünkbe. Ezzel kapcsolatban fontos néhány dolgot betartanunk, például ne éhesen menjünk boltba, hiszen akkor biztosan megveszünk olyan termékeket, amire egyébként nem lenne szükségünk. Fontos, hogy ne a szemmagasságban lévő termékeket nézzük a polcokon, nézzünk kicsit lentebb, és akkor talán megtaláljuk az olcsóbbat is. És az is fontos, hogy a kilós, illetve a literes egységárakat figyeljük a termékeknél. A D+ TV híradóját Kölesdi Fanni tudósította.